Óvodások táncolnak és énekelnek a múzeumfalu színpadán. Ők is annak a több mint 800 fős közösségnek a tagjai, akik ma az intézményben tanulnak. Az iskola elődje az 1921-ben elindított Királyi Katolikus Főgimnázium volt, melynek újraszervezését a rendszerváltás után kezdték el. Az intézmény mára az egyik legsikeresebb iskola Nyíregyházán. A titkuk minden bizonnyal az érték és élmény alapú nevelés. A gyerekek különös figyelmet kapnak óvodáskortól egészen az érettségéig. Az elmúlt 30 év során az intézmény folyamatosan bővül, korszerűbbé válik, tartja a lépést a kor elvárásaival. A mai napon bennem a hála, a köszönet fogalmazódik meg, és a büszkeség. A hála és a köszönet azoknak, akik létrehozták ezt az intézményt, akiknek szerepük van abban, hogy idáig eljutottunk a 30 év alatt, és büszkeség, amit elérhettünk. Talán a legnagyobb büszkeségünk a közösség, ami szentébresnek lenni egy büszkeséggel tölt el minket, és egy rangnak is gondoljuk. Az intézmény fontos szerepet játszik a Debrecen-nyíregyházi egyházmegye életében is. Nagyon fontos az, hogy ő egy megalapozó intézmény az egyházmegye életébe, akikre büszkén tudunk felnézni, hogy ők a keresztény értékeket hitelesen képviselik itt a mi körünkbe, és most már elmondhatjuk, hogy már 10 intézményt tartunk fenn az egyházmegyébe, és talán mindig példaként lehet rájuk tekinteni. A gyerekek és szüleik számos érdekes programon vehettek részt a családi majálison. Bemutatót tartottak az óvodások, felléptek a néptáncosok és a művészeti iskola tanárai is. A rendezvény sztárvendége Nagy Sándor színművész volt.